Nagy tisztettel köszönjük a sajtó megjelent képviselőit a Békés Csaba elleni hazai mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón. Nem is húznánk az időt, hanem fölteném az első kérdést a mesternek. Természetesen nem várjuk, hogy kulisszatitkokat eláruljon, de mégis megkérdezem, hogy máshogy készül a csapat egy ilyen sorsdöntő összecsapásra, vagy ugyanúgy, mint eddig tette? Máme se tu šta posebno pripremat. Naravno da za svaku ekipu ima nekih detalja oko koje moramo obratiti pozornost, tako i za ovu ekipu i jednostavno sedmica je prošla jako dobro, više manje smo bili svi na treningu osim nekih malih problemčića par igrača, ali to je sve sanirano, tako da ćemo u subotu izaći u punom sastavu. Nincs itt különösebb titkolni való, a hét ez ugyanúgy telt gyakorlatilag, mint a többi. Természetesen minden csapatra külön fel kell készülni, úgy, mint az ellenfélre. Ugyanígy most is a Békés Csabára fölkészülünk azért, amennyire tudunk. Szerencsére azt kell mondani, hogy szerencsére a hét az elég normálisan zajlott, mindenki rendelkezésre állt, egy-két apró sérülést leszámítva, de mindenki rendelkezésre fog állni a hétvégén, úgyhogy egy normális hét után vagyunk, és jó felkészültünk. Különleges rendező az élet, hogy mind a három kiesés elől menekülő csapat még játszik egymással, úgymond kezünkben van a sorsunk, mind a két csapattal játszunk. Sokakat érdekel, hogy itt most mire kell inkább figyelni, a fizikai vagy a mentális tényezőkre, hogy készülünk. Pa ovo su neke situacije koje ja mislim da se jako puno ljudima događa i kroz njihov život. Prema tome mislim da panike ne mora biti zato što znamo koliko možemo, koliko znamo i mislim da ćemo mi iz ove situacije u kojoj trenutno jesmo ćemo izaći bez problema. Ez egy olyan szituáció, amely gyakorlatilag az ember magánéletében is bármikor előfordulhat, hogy igazából egy hét alatt nagyon sok minden kiderül és elválik. Tehát mi is egy ilyen szituáció vagyunk, tehát pánikra semmi ok, ugye, mint minden ember a magán életében, úgy mi is megpróbáljuk ezt itt a bajnokságban megoldani. Azon vagyunk, és hiszünk a csapatunkban, és bízunk a jó teljesítményben, amit az elmúlt héten láttunk, elmúlt hetekben láttunk, és úgy gondoljuk, hogy meg fogjuk oldani ezt a szituációt. Mislim, de mi za pravo pogotovo daje ove zadnje dvije utakmice, koje smo odigrali. És az igazi hitet és a reményt az adja, hogy ahogy láttuk, hogy az elmúlt két mérkőzésen hogy játszott a csapat, és tehát ez erőt ad. Márko, te mint játékos, hogy látod a csapat helyzetét, hogy látod a társakat, hogy érzed magad ebben a helyzetben? Pa sigurno da nije laka situacija u kojoj se nalazimo, ali evo ove četiri utakmice, taj jedan mali ciklus koji nam dolazi, ova je prva koja je u biti možda i najbitnija od sviju i mislim da našem klubu, našim navijačima, mi kao igrači, osjećam se dužan i ostala ekipa zbog ova dva poraza koja smo doživjeli od Békés Csabe da im se osvetimo tu kod nas na našem terenu. Természetesen a situáció nem egyszerű, viszont ez a következő kis miniciklus ezzel a három meccsel, de akár még azt a negyediket is ideértve egy kemény sorozat előtt állunk, viszont Márko mint játékos, mint magánember és a többiek nevében is beszélhet, hogy tartozik a klub felé, tartozik az egyesület felé egy jó teljesítménnyel, és megpróbálják kijavítani ezt az elmúlt két vereséget, illetve a pontveszteségeket, amik voltak itt a múlt héten, illetve a Békés Csaba elleni két vereséget megpróbálják kijavítani. Ahogy a vezetőedző úr is mondta, az elmúlt mérkőzéseken rendben volt a játék, jó teljesítményt nyújtott a csapat. Márko, szerinted mi kell ahhoz, hogy az eredményességgel is társuljon, hogy jól játszik a csapat, de hogy pontokat is, pontot szerezzünk? Pa kao što sam rekao, mislim da ovi svi rezultati do sad nisu odraz onog što mi jesmo, nego već sad ovdje u subotu na našem terenu, na našem stadionu protiv Békés Csabe mi ćemo pokazati svoje pravo lice i nijednog trenutka ne dvojim i ne sumnjam da ćemo pobijediti u utakmicu i vratiti samopouzdanje ekipu i u navijači i u klub i sve. Igen, sajnos az elmúlt mérkőzéseknek a számszerű eredmény az nem tükrözi valójában a csapat tudását és a csapat képességeit. Éppen ezért abszolút bízik a társakban, és ígérő mindent meg fogja tenni, épp azért, hogy mint az eredményességbe is oda kerüljünk, ahová valók vagyunk, tehát jól zárjuk, hozzuk a meccseket, illetve azért is, hogy a játékosoknak visszatérjen az önbizalma, az önbecsülése, tehát mindenki meg fog tenni mindent a győzelem érdekében, és abszolút nem kétséges az, hogy itt hétvégén ki fog győzni.
Ismét a mesterhez fordulnék, és kérdezném, hogy mit gondol a Békés Csaba csapatától, mit vár ettől a szombati találkozótól, hogy látja ezt most nyilván jósolni nem tud. A Békés Csaba jedna ekipa koja u uzlaznoj putanji koja igra jako dobro, jako su dobro organizirani. Békés Csaba most egy felszálló ágban van jelen pillanatban, eléggé szervezettek, és elég jó formát mutatnak. To je ekipa koja nas je u zadnja dva puta pobjedila, prema tome je maksimalan respekt za njih. Olyan csapatról beszélünk, aki kétszer legyőzött már minket a bajnokságból, úgyhogy maximális tisztelet van feléjük és respekt irántuk. Részben már érintettük a kérdést, milyen állapotban van a csapat. Ugye az eltiltás, ami már hosszú meccsek óta sújtott minket, az lejárt. Sérülitekkel, hiányzókkal hogy állunk? Pajaj, ima nekih sitnih problema sa Šalajem i sa Mesarašom, ali ja se nadam da će to do subote biti sve ok. Svi ostali su jako dobro, spremni smo, ova sedmica nam je jako dobro došla da vratimo snagu i da održimo ritem ove koje smo do sad imali. Kiše problemak onda kao Šalajival i sa Mesarašom, da je valosinio kiš rendba i onak hétvégére fölépülnek, ez a teljes hét jól jött a csapat számára felkészülés szempontjából, úgyhogy kicsit föl is tudtuk tölteni a játékosokat, tudtuk frissíteni is megfelelőképpen, úgyhogy erre a kis miniciklusra maximálisan fel tudtunk készülni, és a Békés Csabát is jó erőben várjuk.